Na azt az embergöm, ez szó lesz. Látok, már mióta vobolok, basszus, hogy pedig meg van a gépezését. Na mindegy. Beszélgessünk a dolgokról, hogy... hogy... bemegyek egy ilyen fitness csoportba, és... azt vettem észre, hogy egyik csoporttársunk írta, hogy ő erőt akar felszedni, de izmosodni nem akar. Szóval, hogy is írta, hogy... Gyere, nézem, hogy írta. Mert elég nagy butaságot írt szerintem, de ez... Sziasztok, halomban elszövni kezd edzeni, inkább ő erőt akar növelni, mint sem izmot. Mit javasol, testsúly? És hogy írja, hogy mit akar, hogy testsúlyra edzünk, vagy... hogy súlyokkal. Ilyen nincsen, hogy csak izmot akarok építeni. Először föl kell építeni egy testet. Szóval... szóval úgy nem lehet csinálni mindenki azért tőket félre tévhiteket. Olyan nincsen, hogy csak nagy súlyokkal edzünk, és csak erősök leszünk, mint az állat. Izmosabb, mint... Nem izmosak, csak erősek leszünk, és mondjuk ilyen nátszál vékony. Ilyen nincsen. Úgyhogy szerintem azt kell csinálni, hogy fel kell tápolni magad az őr, mert kicsit meg kell izmosodni, hogy a tested bírja azt a mérhetetlen súlyokat, amit emelgetsz, mert az izommunkához ugye izom kell, és anélkül nem működik, olyan nincsen, hogy csak nagy súlyokat emelgetek, és nem izmosodom, hanem együtt működik mind a kettő, csak akkor működik, csak akkor tudsz úgy együtt működni az egész, hogyha csinál mind a kettő. Szóval az van, hogy azt nem óvhatok el senkitől, hogy azt csinál, hogy például elkezdeni a csúlyokázni, és így most nem lesz, olyan nincsen. Szóval ezek együtt kell működni, szépen lassan kell felépíteni az egész. Az olyan, mint egy piramis. Ha nem lehet a piramis tetejéről kezdeni, mert összeomlik a piramis. A piramist mindig az alulról kell kezdeni, a legalsó szintről. És hát itt, hogy valami 70 kilót tud felelni, aztán mondta neki akkor, hogyha ennyi izmos vagy, ennyi föl tud emelni, akkor mehet tovább is 70, nem? De próbálj meg azt a 70 kilót tartani, és akkor utána mehet tovább is. Szóval azt mondom, hogy ez nem működik úgy, hogy egyik, mert ezek kipótolják egymást, szóval enélkül nem fog működni sem az edzés, sem, mert úgy nem tudsz nem sokat, ha nincs izmod. Úgyhogy akkor is, hogyha például a Kati Béla, aki ezzel foglalkozik, de nagy ilyen erőember, na úgy hívják ezt, és ő ne ezt látjátok, hogy mekkora súlyokat neked, ez mekkora izom kell hozzá. Szóval úgy nem akarjátok elkezdeni nagy súlyokat elgetni, hogy felsúlyozat emeljen a súlyt, a srác is 70-kor föltön, akkor próbálják a 80-at. Nem is kell 80-at emelni, akkor így járt. Akkor kisebb súlyokkal kell edzel, amik meg nem erősítik a teste hozzá. Mert úgy, hogy nem erősíted meg a testet, ez olyan, mint a testem, mint egy váz. Ha azt a vázat nem erősíted meg, a váz izmait, akkor nem fog nem tudsz több kilót felmenni. Szóval azért tudja felemelni egy ilyen erősen beszél fel, mert izmos, és ki van sportolva, és mondjuk nagy súlyokat tud mozgatni, a teste hozzászokott ahhoz. De szóval ez kell egy olyan bizonzat, hogy legyen, hogy mindig növelni tud a súlyt. Én azt mondom, hogy én úgy csinálom, hogyha próbálkoznék, hogy minden súlyokkal, minden fölfelé súly. Így ők is úgy csinálták, a TBL-ek is úgy csinálták, hogy először... kis súlyokkal edzett, vagy szülcsétek ezzel, egy kisebb súlyokkal edzettek, aztán utána
Kicsit nagyobb súlya, még nagyobb súlya, nagyobb súlya, súlya. És után tudsz csak igazából addig eljutni, amíg már eljutsz egy erős szint, de ahhoz meg kell tegerősíteni egy, most egy fazén, és te nem tudnék mondjuk felmenni 300 kilót, az nem lehetetlen. Ahhoz nagyon meg kéne erősíteni a testnek az izomzatját, hogy bírja ezt a feszültséget, ki tudja nyomni azt a súlyt. Izom nélkül súly sem fog működni, ez amennyit szerettem volna. Tetszek, lelkodjátok, időkodjátok fel. Plusz azt jön emberek.